Borzalmas tragédia történt. Nagyjából másfél évvel ezelőtt a 17 éves Rózsa György birkózó edzés közben halt meg. Most úgy tűnik, hogy nyomozás indul az ügyben. Ennek részleteiről Lihi József ügyvédet kérdezzük. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Igen, hát maga az eset tavaly januárban történt. A srác, a Gyuri 17 esztendős múlott, tehát már abban a korban volt, amikor nem fiatal versenyzőről van szó, de még nem is felnőtt. Egyébként nagyon sikeres volt, tehát érmeket nyert, kupákat nyert, tehát azt kell tudni róla, hogy egy reményteljes, ráadásul azt hiszem U17-es válogatott versenyzőről van szó. És hát sajnos ugye a birkózó edzésen, amikor az edzővel ezt a bizonyos vasgyári technikát, vagy vasgyári fogásnak mondott, hát ez egy ilyen folytásos, eléggé drasztikus technika. Gyakorolták, akkor egy nálánál egy-két évvel idősebb versenyzővel engedték őket össze, és hát bizony, akkor következett be a tragédia. Hát az az igazság, hogy a sportbalesetek vannak, szoktak lenni, halálos sportbalesetek is. És ezeket a sportbaleseteket általában a munkahelyi baleseteknek a mintájára kiszokták vizsgálni. Ebben az esetben is, mivel sportbalesetek a birkózó sportban nem igazán jellemzőek, máshol vannak inkább halálos balesetek, itt azért kevésbé. Nyilván rögtön kirendelt a rendőrség igazságügyi szakértőt ebben az ügyben, és a szakértőnő a halálesetet követően ugye hát ilyenkor az igazságügyi boncolás, a halott szemle megtörténik. A szakértő asszony hosszas vizsgálat után, több mint fél éves orvosszakértő vizsgálat után hozta meg a véleményét. És tulajdonképpen a szakértői vélemény volt az, ami elkezdett felvetni bizonyos kérdéseket. Uh-huh. Na most, igen, figyelek. Hogy például, hoppá, a srácnak nem volt semmi olyan belső, természetes kórokú megbetegedése vagy szindrómája, amely elősegíthette volna, vagy lehetővé tette volna ugye ennek a tragédiának a bekövetkezését. Általában ezt szokták vizsgálni, hogy valamilyen belső természetes kórok elősegíti-e. De miután ilyesmi nem volt, és a szakértő erre egyértelmű választ adott, hogy teljesen egészséges volt a fiú, a szakértő egy dologra tudta visszavezetni ennek a halálnak az okát, ami tulajdonképpen egy pánikszerű helyzetből adódó úgynevezett hirtelen szívhalál volt, erre a bizonyos folytásos technikára, erre a vasgyári fogásra. De hogyha megszületett ez a vélemény, akkor a feljelentés, hogyha másfél évvel később történt meg? Az az igazság, hogy a szakértő vélemény tavaly novemberben lett kész, úgy emlékszem, és azt követően volt az, hogy elgondolkodtunk azon, hogy jó, a szakértő véleménynek a végére azt is odaírta, hogy mivel más okokozati összefüggést ő nem lát, mint ezt, igencsak indokolt lenne a birkózó sportban kivizsgálni azt, hogy ettől a vasgyári fogástól valahol máshol, más egyesületeknél, más országokban lett-e már valaki rosszul. Uh-huh. Történt-e esetleg netalántan hasonló, vagy majdnem hasonló tragédia? Mert hogyha igen, de különben ez az egy eset is bőven elég ahhoz, hogy elgondolkodjon maga a birkózó szövetség, akár a világszövetség azon, hogy eznek a technikának helye van-e akkor a sportágban. Miben reménykedhetnek ilyenkor a szülők, a hozzátartozók? Hát az az igazság, hogy most már, hogy elrendelték a nyomozást, mert azért ez sem volt egy könnyű folyamat. Tehát engem az első feljelentés alkalmával, tehát a szakértő vélemény után, amikor feljelentést tettünk, a kerületi ügyészség még szépen elmellőzött, és azt mondták, hogy hát nincs helye itt nyomozásnak, hiszen ez egy küzdő sportág. Ebben a sportágban ember-ember ellen küzd. Ez a bizonyos folytásos vasgyári technika, ez egyébként régóta alkalmazott technika. Hát most miért kellene? Igaz, hogy meghalt egy versenyző, ez így van. Na, de majdnem azt mondták, hogy nem baj, hát szerencsétlen eset, de így van, ez jól. És amikor ezzel szemben jogorvosoltam,
később, egyébként körülbelül egy hónappal ezelőtt, a fővárosi főügyészség volt az, aki azt mondta, hogy nem, ez így még sincs jól. Tehát itt nyomozást kell elrendelni, el is rendelték, ezt ki kell vizsgálni. Meg kell nézni azt, hogy ennek a fiúnak a halálának a körülményei, amellett, hogy most már tudjuk, hogy mire vezethetőek vissza. Ezzel kapcsolatosan most egyesületi szinten, vagy közvetve áttételesen akár a birkózó szövetségnek a szintjén lehet-e valamilyen személyes felelősség? Most természetesen itt nem bűnözőket... Itt például kinek a felelősségét kereshetik? Az edzőjét, az edzőtársét? Hát onnan indulva, hogy az edzőjét, akár az edzőtársét. Az edzőtársét nem hiszem, ő is egy ifistakorú edzőtárs volt, őket parancsba adták, hogy a vasgyári technikát alkalmazni kell, menjetek össze és birkózzatok. Tehát érdekes, hogyha most ez a utcán történik, kint a járdán a söröző előtt ez az eset. Ott már rég letartóztattak volna valakit. Na de nem ott történt, hanem a birkózóteremben történt. És hát ugye itt jön az, hogy hol választódik el a személyes felelősség ugye a sport keretei között, és mondjuk az élet más területein. Mit mondanak a szülők? Ez egy borzasztó tragédia. Tehát, hogy egy szülőnek elveszíteni a gyerekét, ennél rosszabb dolog senkivel nem történhet. Nyilván ők ugye most egy olyan helyzetben vannak, hogy talán furcsálják is azt, hogy a jog mennyiben máshogy gondolkozik, lép egy tragédiával kapcsolatban, mint a szülő, aki érzelmileg ugye hát a legszörnyűbb helyzetbe került. De ők valójában miben reménykedhetnek? Azért kérdeztem ezt öntől, mert hogy beszéltek az edzővel? Az edző mondotta nekik valamit? Beszéltek-e azzal a fiúval, aki birkózott ugye az ő gyermekükkel? A szülők nem nagyon tudnak túllépni ezen a dolgon. Tehát én azt érzem rajtuk, hogy ma is ugyanolyan, mintha tegnap történt volna ez az egész. Amit ők szeretnének elérni, mondjuk így, az az, hogy egyrészt valóban, ha véletlenül van valamilyen büntetőjogi felelősség ebben a dologban, akkor az derüljön ki. Másrészt pedig picit ilyen küldetéstudatszerűen abban is gondolkodnak, hogy akkor viszont a sportágban, ha már egyszer az élet azt produkált, hogy meghalt valaki, akkor már ne is gondolkodjanak azon, hogy ezt a vasgyári technikát alkalmazzák-e a továbbiakban, vagy sem, mert nincs értelme tovább azon morfondírozni, vagy dilemmázni, hogy helye van-e, vagy nincs, hát meghalt valaki emiatt, akkor innentől kezdve nincs helye annak a dolognak. Vagy hogyha benne hagyják a birkózó sportágba ezt, ezen túl is, és megint valaki rosszul lesz, vagy megint valaki meghal, akkor onnantól kezdve már egyértelmű a gondotlanság, és hát ugye azt már azért nehéz elképzelni, hogy most akkor várjuk meg, hogy még egy másik is meghaljon, vagy egy harmadik is meghaljon, mire ugye valami történik. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk. Bármilyen fordulat lesz az ügyben, akkor várjuk Önt ide vissza a stúdióba. Köszönöm én is.